Szóval itt vagyunk a 12. országos középiskolai földtudományi diákkonferencián, és megkerestük az egyik előadónkat, Gulyás Eszter Simonettát. Megkérdezzük mindjárt, hogy honnan érkezett, melyik középiskolából, és mi a témája, amit előadott. Én Móról érkeztem, a Táncsics Mihály gimnáziumból, de egy kicsi faluban, Vakonysárkányban lakom, és ehhez is kapcsolódott alapvetően a témám, a sárkány és a víz ezt a nevet kapta. Tehát én egy kutatást végeztem a régebbi időkről és a mostani időről összehasonlításképpen. Gyakorlatilag megnéztük azt is, hogy, illetve amikor olvastam ezt az előadás anyagot, abszaktot, hiszen ebből egy kötet is készült, már szintén felfigyeltem erre az érdekes címre, hogy sárkány és víz. Nem tudtam összekötni, hogy a tűz és a víz hogy jelenik meg egy előadásban. Tudnál erről egy picit mesélni nekünk? Pontosan ezért lett ez a címe, hogy egy kicsit érdekfelkeltőbb legyen, mert hiszen a sárkányokról folyamatosan mindig az embereknek a tűz jut először eszébe, és ez ugye a kettő ellentétbe, de viszont mivel, hogy ugye Bakonysárkány a településünknek a neve, teljes mértékig biztos voltam benne, hogy a címemben szerepelni fog, ha már ilyen nem hétköznapi név. Hogyan jött az ötlet, hogy eljöjjetek erre a konferenciára? Láttuk a felhívást az iskolában, és nagyon megtetszett ez az egész, hogy az egyetemi életbe is valamilyen szinten betekintést nyerhetünk. Teljesen megtisztelő, hogy ilyen nagy emberekkel is találkozhatunk, és az, hogy 3 napot itt töltünk, és előadhatunk, elmondhatjuk a saját véleményünket, nézőpontunkat, és nem egy hétköznapi földrajzi tanár fog nekünk, nyilván nem leszólni szeretném a tanárokat, hanem aki kicsit mélyebben is benne van a témában, és kifejezetten szakember, és hogy ő mit gondol erről. Az eddigi események közül van olyan, amit kiemelnél? Mi az, ami igazán tetszett ebben a konferenciában, amit ajánlanál a többi diáknak? Hát az este a professzor úrnak az előadása az hihetetlen volt teljes mértékig, de igazából nem tudok egyet kiemelni, mert nekem onnantól, hogy megjöttünk, onnantól, hogy elkezdődött az egész, a reggeli szabadulószobás program, az, hogy itt mászkálhatunk, csak úgy az egyetemen körülnézhetünk, az, hogy milyen előadásokat hallhatok, az, hogy mennyi mindent tanulok a többiektől és a zsűritől is, hogy mennyit segítenek a külön meglepetés programjaink, az előadás, akkor a hulladéktelepen lett kirándulás, tehát ez így mind olyan élményt adott, amit nem fogok soha elfelejteni. És illetve a mai nap. Van már véve a jövő évi program meg. Igen, természetesen. Bejelentkezés? Már tegnap, ahogy ültem és hallgattam a többi konferenciatársamnak az előadását, már akkor így megfogalmazódott bennem, hogy jövőre mit is kéne, és kitaláltam egy teljes projektet. Az idei témámat vinném tovább, csak ugye idén meg volt a jelen és a múlt, és innentől én szeretném azt egy projektbe belekezdeni, hogy mit is tehetnék ezért, és ezzel szeretnék jövőre jönni. Esetleg azt kérdezem, hogy üzensz-e innen valamit saját diáktársaidnak, többi diáktársnak, akik esetleg megismerkedtél a többi diákkal, akik előadtak, mi lenne az? Hát az, hogy egy ilyen programot szerintem senki ne hagyjon ki. Ha már van lehetőség, akkor ezt érdemes minél több mindent, és feszegetni a határainkat, és az, hogy kipróbálni magunkat mindenbe tényleg, és olyan lehetőségeket adott akár egy cégnek a megismertetésében, az, hogy a többiek hogy látják a világot, hogy milyen érdekes dolgokat adnak elő, milyen új embereket ismerhetünk meg, hogy igazából szerintem aki eljön, az nem veszíthet, az csak nyerhet. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Oké, itt állunk a Földtudományi Diákkonferencián, két fiatallal, méghozzá Fáj Szilárd Péterrel és Rónai Bálinttal, és arról kérdezem, hogy milyen előadást hoztak a diákkonferenciára? Egy igen érdekes előadással készültünk. Az ő is már rég kihalt nagymacskákról volt szó, és egy olyan fajt vizsgáltunk, ami kevésbé közismert, hogy mondjuk így, és egy ilyen faj kimondott példányának volt alkalmunk a leleteit vizsgálni, és próbáltunk egy kicsit humoros, kicsit könnyen emészthető előadást elkészíteni,
és olyat, ami mindenki számára érdekes lehet. Honnan jött ez az ötlet? Hát ez egy olyan extrém dolog, nem biztos, hogy a fiataloknak, mai fiataloknak pont ez jár az eszében. Szerencsénkre van egy fantasztikus tanár úr az egyetemen, közel hozzánk, és ő volt az, aki talált ezeket a leleteket, és már korábban is dolgoztunk vele ugye a tavalyi konferenciára, az ő saját gyűjteményéből származó dinoszaurusz csontokat vizsgálhattuk. Idén pedig megengedte, hogy ezeket a fogakat saját kezünkkel megfogjuk, és megvizsgáljuk, és mindent a rendelkezésünkre adott, és hát megszerettette velünk az őslény témát. És milyen érzés volt megfogni egy ilyen őslénynek a fogát, hiszen hát Én féltem, őszintén mondom már féltem, ugyanis minden kézbe vételkor egy kis darab letört belőle, tehát hogy nagyon de hála Istennek nem az én kezembe tört ketté az egyik fog, hanem a tanár úr. Hát igen, ragasztott volt már a rabból, de a tanár úr kezébe így is ketté tört. Van-e arról elképzelés, hogy ezt a témát folytassátok? Én mindenképpen, hogyha szeretném folytatni, akkor valószínűleg folytatnánk ezekkel az őslényekkel való foglalkozást, így ilyen versenyekre és hasonlókra. És személyem szerint, mert én nagyon élvezem velük való munkát. Hogyan éreztétek magatokat a konferencián? Hát fantasztikusan. Nem csak maga a konferencia és az előadások voltak jók, hanem maguk a diáktársaink is egy olyan légkört biztosítottak, és a szervezés is nagyon jó volt, tehát hogy én fantasztikusan éreztem magam, és tavaly úgy gondoltuk, hogy nem, már nem lehet jobb, de úgy látszik, hogy mégis. Akkor számíthatunk rátok jövőre is? Mindenféleképpen. Oké, itt lesznek remélem, én is itt leszek. Köszönjük szépen. Szép napot kívánunk! Pusztai Fannival beszélgetünk, ő is részese a 12. országos földtudományi középiskolai diákkonferenciának. Fanni, milyen témát hoztál erre a konferenciára? Tulajdonképpen én a városunk vízellátásával kapcsolatban hoztam témát, amit szerintem minden mértékig próbáltam kimeríteni, és minden fontosabb zegzugába utána járni, és szerintem sikerült is, vagyis nagyon remélem. Miért tartottad fontosnak ezt a témaválasztást? Tehát mi vezetett oda, hogy ez a vízellátása egy településnek nagyon fontos kérdés? Honnan jött a gondolat? Hát tulajdonképpen mindenkinek az életében fontos tulajdonképpen a víz. És hát sokszor felmerült bennem a kérdés, hogy amit én csúnya szóval, de leengedek otthonról, az hova kerül, hogyan kerül, és hogy tulajdonképpen abból mi lesz? És ez a kérdés vezetett odáig, hogy ezt az egész kutatást így megpróbáljam teljes mértékig kimeríteni. Akkor sikerült választ kapni, hogy hová tűnik az a szennyvíz, ami az otthonokból távozik? Illetve sikerült arra választ kapni, hogy az jó helyre kerül és ott kezeli, vagy pedig nem teljesen győződtél meg erről? Úgy gondolom, hogy minden kellő információt, amit kellett, megkaptam, és a kérdésemre teljes mértékben választ is kaptam, és egy nagyon pozitív választ, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen semmi nem vész kárba, és mindent, amit csak lehet, próbálunk olyan jó minőségűre fordítani, hogy az későbbiekben hasznosítható legyen. Tehát mondhatjuk azt a lakosságnak, illetve a diáktársaknak, hogy Magyarországon a csatornázásból kikerülő, illetve a szennyvíztelepre kerülő szennyvizek olyan kezelésen esnek át, ami ténylegesen a környezetet fogja megvédeni, óvni, kímélni? 100%-ig nem lennék biztos benne, hogy erre Magyarországon minden téren odafigyelnek, de abban biztos vagyok, hogy szerintem a mi városunkban erre megpróbálnak teljes mértékig odafigyelni. Mi a ti városotok? Honnan érkeztél? Morról érkeztem, egy viszonylag kisvárosból, és oda is járok iskolába, a Táncsics Mihály gimnáziumba. Nagyszerű. Ki adta az ötletet, hogy elgyere ide? Saját magadtól honnan jött az ötlet, hogy te szeretnél egy konferencián előadni, szeretnél egy egyetemen előadni? Hát tulajdonképpen az ötlet az iskolába szerzett információ volt, és utána pedig nagyon megtetszett maga, hogy egy egyetemen úgymond másokkal ismertethetek meg, vagy adhatok elő, és ez be is bizonyosodott, hogy tényleg egy mekkora élmény, és hogy valójában tényleg nagyon jó volt, és csak tapasztalatokkal megyek haza. Ezt én is köszönöm, illetve megerősítem, hogy tulajdonképpen azért ott álltatok, ahol a professzorok szoktak előadást tartani, ugye még a diákok sem szoktak azokra a katedrákra felmenni előadást tartani, tehát bízom benne, hogy akkor tényleg ezt az élményt sikerült átélni.
van-e terbe véve előadás következő időszakra, következő évre vonatkozóan? Hát nagyon sok előadást hallgattam végig, és láttam, és ezek mind csak inspirálva hatottak rám, úgymond, hogy jövőre is valami érdekes témát, akár más témakörből, mert azért itt is lehetett látni sokszínű előadást, és tulajdonképpen ez nem csak egy szigorú követelmény, hogy témát szintén, hanem tényleg rengeteg mindenbe bele lehet nyúlni ebben a versenyben, és szerintem ez egy nagyon pozitív a versennyel kapcsolatban. Köszönjük szépen! Én köszönöm! Oké, tehát tisztelettel köszöntöm a 12. Országos Középiskolai Földtudományi Diák Konferencia Víz- és Környezetvédelem első helyezettjét, Herceg Olivért és felkészítő tanárát, Barocsai Zoltánt. Gyors kérdésem, honnan érkeztél? Szekszárdról érkeztünk. Az első Béla gimnáziumból. Mi volt az a téma, amit hoztál, és amivel ilyen szép helyezést értél el? A csapadék okozta talajerózió összefüggései a vízfolyások lebegtetett hordalék szállításával. Ez elég bonyolultul hangzik. Honnan jött ez a komplex kérdés, honnan jött ez a gondolat, hogy ezzel kell foglalkoznom? Hát engem egy könyv inspirált a kutatás elkezdésében, de mivel egy másik bolygóra esett a kutatás, ezért inkább a saját élőhelyemen néztem körbe, hogy mik a felmerülő problémák, és ezért kezdtem el ezt vizsgálni. És mi lett az eredmény? Tehát mi lett az eredménye annak az előadásnak? Mi jött ki belőle? Mi az, amit esetleg megosztanál másokkal két mondatban, hogy mire ügyeljünk? Hát szekszárdiakhoz szól inkább, hogy ügyeljenek a talajerózió elleni védekezésre, és hogy a csapadék kezd szélsőségessé válni. Megkérdeznénk tanár urat, hogy találja meg ezeket a tehetséges diákokat, hogy hajlandók legyenek egy többletmunkával egy konferenciára eljönni, előadást készíteni, kiállni egy ilyen nagy közönség elé és előadást tartsanak. Igen, hát ez egy nagyon komplex kérdés, és egy nagyon hosszú választ lehetne ráadni, de összességében ami nagyon fontos, hogy legyen a diáknak egy saját motivációja, utána a pedagógus feladata az, hogy ezt a motivációt fenntartsa, és megmutassa nekik azokat a módszereket, azokat a szakirodalmakat, amiken keresztül meg fogja tudni ismerni azt a témát, amit választ. És akkor utána még egy komplex folyamat következik, hogy mindezt egy dolgozat, vagy egy prezentáció formájában át is tudja adni. És Olivier, egyetlen kérdés még, hogy melyik az a része a konferenciának, amit kiemelnél, ami igazán tetszett neked? Gondolom az a része, ahol te voltál az előadó. Igen, attól függetlenül én nagyon izgultam. Mindegy. Megvágjuk. Bocsánat. Jó, semmi gond. Gyakorlatilag akkor most... Hogyan érezted magad ezen a konferencián? Van-e szándékodban továbbfejleszteni az előadást, esetleg jövőre eljönni? Igen, nagyon jól éreztem magam. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Jövőre is tervezek majd jönni, és továbbfejleszteni ezt a kutatást, hogy jövőre még jobb eredmény. Még erősebb, még jobb igen. Eredmények legyenek, tehát még kőkeményebb eredmények eljöhessél. Így van. Jó. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Készült a Miskolci Egyetem megbízásából, a Széchenyi 2020 támogatásával.